Mentorként és innovatív mesterpedagógusként is kiváló munkát végez Erdősné dr. Németh Ágnes, a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium informatika és matematika tanára. Tanítványai számos nemzetközi versenysikerét követően, neki köszönhetően 2020-ban Nagykanizsa rendezi a Közép-európai Informatikai Diákolimpiát. A tehetségekhez mindig úgy nyúl, úgy gondolom emberileg is és szakmailag is, ahogy a tehetségek ezt megkívánják. Írhatunk neki Facebookon, megkereshetjük órán, a folyosón is, hogyha éppen összefutunk vele, akkor mindig segítőkész. Én hiszek abban, hogy differenciáltan kell foglalkozni a gyerekekkel egy normál tanórán és egy tehetséggondozó foglalkozáson, meg aztán pláne. Általában együtt gondolkozom a gyerekkel. Megpróbálok reflektálni azokra a gondolatokra, amiket ő lát abban a feladatban, és amiket ő talált ki arról a feladatról. Természetesen kis terelgetéssel az igazi vagy a leghatékonyabb megoldás felé. Majdnem minden csoportomnak van Facebook csoportja vagy Facebook csetje, amelyiken akármilyen információk áramolhatnak, akár este, vagy hajnalban, vagy hétvégén is előfordul, hogy egy-egy feladat megoldása kapcsán segítséget kérnek a gyerekek, vagy visszafele kapnak feladatot. Miért jó tanárnak lenni? Azért, mert fiatalon tart. Az, hogy a gyerekekkel nap mint nap kommunikálok, és a velük való munkában pontosan ugyanolyan pörgést és ugyanolyan gyorsaságot kell mutatnom, az mindig motiváló számomra. Amikor bejön az ember az órára, a már kialakult jó viszony a gyerekek és a tanár között egy olyan klímát biztosít, amiben jó dolgozni, és ez elfelejteti azt, hogy mi van körülöttünk.